Elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A Magyar Köztársaság kikiáltása után még az első szabadon tartott országgyűlési választások előtt jött létre a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal. 1990. májusában az első demokratikusan választott kormány már egy kész titkosszolgálati struktúrát kapott kézhez, amelyet az 1995-ben elfogadott nemzetbiztonsági törvény tovább erősített. A katonai titkosszolgálatok a számukra törvényben rögzített feladataikat az egyes kormányok pártállásától függetlenül maradéktalanul látták el. Két évtizedes tevékenységük eredményeként hazánk magas színvonalon képes teljesíteni szövetségesi kötelezettségeit, a katonai szolgálatoknál az idei évben tartott kihelyezett nemzetbiztonsági bizottsági üléseken személyesen és közvetlenül is volt szerencsém megismerni a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal vezetőit, és ezen szervezetek nemzetünk biztonsága érdekében kifejtett magas szintű tevékenységét. Ellátogatások alkalmával kapott széleskörű tájékoztatás alapján megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy a katonai titkosszolgálatok törvényes és eredményes munkát végeztek mindez idáig. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt 20 évben többször felmerült a két katonai titkosszolgálat, illetve a polgár és a katonai szolgálatok összevonásának kérdése. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr idén felkérte a két katonai szolgálat főigazgatóját, hogy dolgozzák ki közös javaslatukat a szervezeti integrációra vonatkozóan. Ebből is látszik, tisztelt képviselőtársaim, hogy nem egy légből kapott történet az összevonás, hanem egy nagyon pontosan előre megtervezett eljárás. Az összevonás célja a hatékonyság növekedése és a logisztikai támogatásuk költségtakarékosabb biztosítása volt. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy a kettő egyszerre, nem fiskális szemlélet az, ami vezeti a két szolgálatnak az összevonását, hanem a hatékonyság növekedése és a költségtakarékosság egyszerre. Az előttünk fekvő törvényjavaslat által megvalósítandó integráció nyomán felszámolásra kerülnek a szolgálatoknál tapasztalható párhuzamosságok, mint ahogy arra a miniszter úr az expozéjában már utalt. Nem elhanyagolható következményként pedig a tervezett intézkedések hatására több mint 1 milliárd forintos költségvetési megtakarítás is prognosztizálható. A takarékossági okok mellett a szövetségi rendszerben alkalmazott struktúrákhoz való igazodás is fontos szempont volt. Az Európai Unió és az Észak-Atlanti Szerződés tagállamainak többségében, 18 országban egy szervezeti egységet alkot a katonai biztonság és a katonai felderítés. A világ is tehát ebbe az integrációs irányba halad. Összességében elmondhatjuk, hogy egy új, összevont szervezetben jobban biztosítható a felderítő és elhárító tevékenység egységes katonai vezetése és koordinációja. A két szakterület integrált működésével jobban biztosítható a szervező tevékenységhez szükséges katonapolitikai, haditechnikai és katonai információk, valamint az alapvető katonai elhárítási feladatok egyidejű ellátása. Az eddig szeparált működés helyett egy kiegyensúlyozottabb információáramlást biztosító szervezet jöhet létre. A koncepció biztosítaná szövetségesi rendszerekben való szakmai képviselet rendszerét is, megszüntetve a jelenleg még fennálló átfedéseket. A külföldi missziós és expedíciós szolgálatban a két szakterület harmonizálásával eredményesebbé és megbízhatóbbá válhat a magyar kontingensek felderítő támogatása és biztonsági védelme, éppen ellenkezőleg az előttem szóló állításával. Az integrált szervezetben a humán és gazdálkodási tevékenység, valamint az anyagi, technikai és belső biztonsági biztosítás egységessé tétele is költségcsökkentéshez vezethet. Tisztelt Országgyűlés! A főigazgatók javaslata alapján a jelenleg működő két hivatal létszáma az összevonás következtében, ahogy ezt államtitkár úr egyébként a bizottsági ülésen is elmondta, 217 fővel csökkenne. Azonban ehhez a csökkenéshez államtitkár úr hozzátette azt is, hogy a megszűnésre kerülő státuszok egy része fel nem töltött, és szinte kizárólagos módon a bürokrácia létszámára vonatkozik. Az így megvalósuló kiadás csökkenésen túl ezzel párhuzamosan várhatóan az üzemeltetett objektumok száma is csökkenni fog.
Most mindezek után megítélésem szerint a katonai nemzetbiztonsági szolgálat létrehozásával a felderítő és az elhárító képesség egy rendszerbe integrálásával gazdaságosabb és hatékonyabb működést fogunk látni. Mindezek alapján arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy az előttünk lévő törvényjavaslatot szavazataikkal is legyenek szívesek támogatni. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr!